igazgató életében aztán ennél szerencsésebb helyzete, hogy ide jön köszönteni benneteket, akinek semmi köze nincs a úgymond a darabhoz, csak ne aratja azt a sikert, hogy egy ezredik előadás, hát ez tényleg olyan, olyan szám, ami hát én már játszottam egy pár sorozatot, de ez egy őrület. Na, igen? Hány? Hopp! Hány? Hopp! Az ezredikhez közeledve sok olyan régi szereplő integrálódik a produkcióba, akik korábban több százas szériákat játszottak. Ma éppen Oroszlán Szonya próbáját fogják látni. Nagy Balázs! Farkas befogadás dalát és táncát fogják látni fókuszálva a kicsi Mauglira, akik ugye szinte minden évben változnak, mert kinőnek a szerepből egyszerűen. Aki a csapat élet, hívja a csapat ének, bonyik a rokonokkal, ahol csak lehet ott van. Szerzők úgy döntöttek, hogy meglepetéssel szolgálnak az ezredik előadásra. Laci Péter. Írtunk egy új dalt a Lacival, és ennek a dalnak helye van, és helye is volt mindig a darabban. Annak idején talán a határidő volt leginkább az ellenségünk, ami miatt ez nem született meg, ugyanis a főszereplő Mauglinak nem volt egy saját dala. Ezt a hiányt most pótoljuk 16 év után, és az első felvonás végén egy új finálé lesz. Idegen lélet, amit én otthonomnak tudtam. Idegen lélet, amit én testvéremnek hívtam. Az a címe, hogy csak egy út van, a refrén nagyjából úgy szól, hogy csak egy út van a járatlan. Egy út van a járatlan, csak egy út van. Elmúlt egy hónapon elég kellemetlen volt, mert úgy tűnt, hogy nem tudom megírni a dal. A környezetem az már ez meg is illette, mert ideges voltam, őrjöttem, és hát csak a szokáshoz. Lehetségtelenek tartottam magam, de szóval nagyon nehéz 17 év után fölvenni a fonalat. Azon én is izgultam egy kicsit. Kész van már az újda? Kész van még az újda? Még én szerintem mondtam a Péter, hogy írja meg az újra. De hát ez így szokott lenni, hogy a színházban utolsó pillanatban, hogy fogadják nagy szeretettel, és még egyszer Győza, és mindenki, aki itt van. Köszönjük nektek! Csak egy út